Kedves nézőim, nem búcsúzom ma sem vers nélkül. Egy szomorú, de nagyon szép verset találtam már önöknek. Tompa Mihály, őszi tájnak. Őszi tájnak hervadása, őszi napfény ragyogása. Hervadásból, fényből támad lelkememe kedves bánat. Omlik a lomb, hallgat a dal. Visszatérek gondolattal a tavaszra. Ah, de annál betegebbnek tetszik a táj. Ez a rét volt olyan ékes, ez a határ olyan népes, ez a halom, völgy és tájék, mintha a sírkertben járnék. Lemegy a nap nem sokára, haldoklásnak szent országa. Olyan édes forró vágyjal ölel téged lelkem által. Az elmúlás bája rajtad, lelkemen vesz mély hatalmat. S bár meghalni kéne véled, mégis szeretnélek. Néma a táj, arca sápadt. Rá derengő napfény árad. Ah, mi vonzó szép halál van e mosolygó hervadásban. Édes terhed, édes álom, szinte érzem szempillámon. Hogy lehajtsam, szinte vonja fejem a fák hulló lombja. A fák lombja csendesen hull, nem küzdéstől, fájdalomtól. Itt a végharc ismeretlen. Lehet-e meghalni szebben? Nem ilyen az ember élete, csak annak volna vége. Őszi napfény ragyogása, őszi tájnak hervadása. Kedves nézőim, én nagyon szépen köszönöm azoknak, akik ma is velem tartottak. Ne feledjék, jövő pénteken 3 órakor mi újra találkozunk, holnap szombaton 14 órától megismételjük e műsort, és elárulom önöknek, hogy jövő héten Czóla Ernő lesz a vendégem. Viszontlátásra!